1-1. Erős várami Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, kérem, hogy foglaljanak helyet. A mai igénk és a mai igehirdetésünk a tanítványi életről szól, és ehhez kapunk egy óriási biztatást abból az igéből, ami az előttünk álló hétnek az igéje. Talán fel se tudjuk fogni igazán ennek az igének az üzenetét és a mélységét, amikor azt mondja Jézus: aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. Készek vagyunk-e úgy szólni, úgy élni, hogy a mi szavunkon keresztül magának Jézusnak a szavát hallják meg az emberek. Hogy mindehhez mi kell, erről is fog szólni a mai igehirdetés. Kedves testvéreim, egészen különböző élethelyzetekből vagyunk együtt ezen a mai istentiszteleten. Vannak köztünk olyanok, akik gyászolnak, vannak olyanok, akik beteg testvérükért aggódnak, és vannak olyanok, akik Isten iránti hálával vannak itt keresztelőre készülve. Isten hozott mindenkit ezen a mai istentiszteletünkön. Sok szeretettel köszöntöm a keresztelőre érkezett családot is. Mondhatom azt, hogy úgy ismerősek vagytok, hiszen 2 hete volt a 2 nagyobbik fiúnak a konfirmációja, és most elhozták kis testvérüket, kis húgukat, persze a szülőkkel, keresztszülőkkel együtt, hogy a keresztség szentségében részesüljön. Legyen Isten áldása az életeteken, és ezen a mai istentiszteletünkön. A mai istentiszteletünk a megszokott rend szerint fog majd menni, a gyermekek is fognak énekelni, és annyit hagy hirdessek, hogy ma a hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás lesz, adja az Úristen, hogy az ő asztalának minél több bűnbánó és Krisztusban reménykedő vendége legyen. Így készüljünk majd az úrvacsora vételre. És az istentiszteletünket a keresztelési énekünkkel kezdjük, amiben az egész gyülekezet együtt imádkozik ezért a kicsiny lányért, a 296-os éneket énekeljük.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Én a Te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül a Te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a Te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Kedves testvéreim, egy hosszú hét után megérkeztünk most Isten házában. Bizonyára sok minden van a szívünkben, a lelkünkben, így az Isten tisztelet kezdetén csendesedjük el, és tegyük le mindazt az Isten elé, ami most ott van a szívünkben, hogy valóban kicsit megnyugodva, koncentráltan tudjunk figyelni az ő szavájára és az ő igéjére. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, talán elmondani is nehéz lenne mindazt, ami történt velünk az elmúlt héten. Sok mindent elmondhatnánk, amiért hálát adunk, és sorolhatnánk talán a gondokat, nehézségeket is. De köszönjük, hogy most itt vagyunk a Te színed előtt, és köszönjük, hogy Te most szeretnél minket elcsendesíteni. Téged kérünk, hogy vegyél el a szívünkből mindent, ami elfordít minket a Te igéd hallásától, és az, hogy az igédet ne csak meghalljuk, hanem valóban cselekvői is legyünk. Ott abban az élethelyzetben, amiben éppen vagyunk, abban a közösségben, amiben éppen vagyunk. Urunk Istenünk, tedd a Te igédet egészen személyessé a mi számunkra. Amen. Kedves testvéreim, az idős János apostolnak a jellemzője az volt, hogy idős korában szinte semmi másról nem tudott már beszélni, csak a szeretetről, hogy mit jelent az Istennek a szeretete, és mit jelent az, hogy nekünk is szeretnünk kell egymást. Leveleiben sokszor visszatér ez a téma, így a mai oltár előtti igénkben is, amit úgy hallgassunk, mint valóban egy sok mindent megélt, hitben sok-sok tapasztalatot szerzett, sok örömöt, de sok szomorúságot is átélt embernek a sorait. És mindezt János az első levelében írta le, a 4. fejezet 16. versének 2. részétől a 21. versig a következőképpen. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Boldogok, akik nem csak hallgatják, de meg is tartják Isten igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most a keresztelőre érkezett családhoz fordulok. Békesség néktek feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor először léptetek az ő gyülekezetébe ezzel a kicsiny gyermekkel.
hogy a Szent Keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. S ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a kicsin gyermeket, őrizze meg bejövetelét és kimenetelét, mostantól kezdve mindörökké. Testvéreim az Úrban, Krisztus Úrunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, s tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amit ennek a kicsin gyermeknek a keresztelőjére választottam. Azt gondolom, sokaknak a kedves igéje, valakinek talán keresztelési vagy esketési igéje is volt. Józsué könyvének 24. fejezetéből a 15. vers így szól, ezt mondja Józsué: én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Két okból választottam ezt az igét erre a mai keresztelőre. Az egyik okot, itt látjátok ezt a fényképet, nem árulok el nagy titkot, ugye, hogy a fényképnek köze van a családhoz, hiszen a fényképen, ha jól emlékszem, tőlem távolabb álló két fiatalember, Norbi és Ricsi, két héttel ezelőtt itt konfirmált a gyülekezetünkbe. Ennek a közösségnek, és még inkább Isten egyházának lettek a tagjai. Olyan fiatalokról van szó, akiket kiskorukba szüleik megkereszteltek, és azóta is élő kapcsolatuk volt Istennel, egyházzal, és ez most a konfirmáció alatt, az iskola hittanórák alatt még inkább felerősödött. És nagyon kifejező volt az a kép, amit itt láthattunk, hogy tulajdonképpen Ricsi hozza be a tesóját a keresztelőre, mint megkonfirmált, komoly felnőtt gyülekezeti tag, felelősséget érez a húgáért, és hozza ide a keresztelőre. És annak örülök, hogy ez az ige, ez igaz rátok, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Tudom, hogy fontos számotokra az, hogy az Istenhez tartozzatok, fontos volt, hogy a három nagyobb gyermek meg legyen keresztelve, fontos volt a templomi házasságkötés, és fontos volt a konfirmáció, és azt látom, hogy ahogy az Isten munkálkodik, talán mondhatom ezt, hogy talán még a gyermekeken keresztül még inkább a szülőket is közel vonja magához, és hívja az Isten. És nagyon fontos, és nagyon jó ezt látni, de ha pontosan megnézzük a mai igét, akkor még valamire hadd utaljak. Amikor majd elolvassátok ezt az igét, Józsué könyvének 24. fejezetéből a 15. verset, akkor látjátok, hogy ez egy hosszabb igeversnek az utolsó néhány szava. Mi van előtte? Ezt olvassuk előtte. Ezt mondja Józsué a népnek egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzetbe, amikor új földet foglaltak el, idegen istenek között élnek, valami elkezdődik, valami új egy nép életébe, ezt olvassuk. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszatok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Válasszátok ki. Ha megnézzük a mai világot, akkor tulajdonképpen minden ember ezt teszi. Akár bevallja, akár nem, mindenki választ magának egy Istent. Választ valakit, akire felnézhet, aki célt ad neki, akit követhet, és Józsué itt erre utal, hogy ez így volt több ezer évvel ezelőtt is. Lehetett dönteni, hogy én kit akarok követni. És én biztos vagyok abban, hogy ez a kicsin leány is egyszer dönteni fog, hogy ki az ő Istene. Ez nem feltétlenül most lesz másfél éves korában. De azért vagytok itt, hogy amikor erről egyszer, akár kamaszként, felnőttként, gyermekként dönteni fog, akkor legyen választási lehetősége. Mert Józsué korrekt volt. Azt mondta Józsué: itt van a mindenható Isten. De itt vannak az emóriak istenei is. Válasszatok. A mai világban, és erről beszélgettünk felkészülés közben, nem ilyen korrekt a világ. Azt mondja, hogy én nyomom a korszellemet, nyomom ezeket a dolgokat, az Istennek hagyjátok távol, majd ha nagy lesz, akkor találkozzon vele.
És ez a kislány, ha ilyen közegben nő fel, ahol azt mondja édesapa, édesanyja és a testvérek, hogy én az Urat szolgálom, számomra ő fontos, akkor lesz majd egy olyan alap, amire azt mondhatja, hogy igen, én ezt az utat ismerem, ezt szeretném, ezen az úton szeretnék járni. Hadd mondjak nektek valamit, ami számomra nagyon-nagyon fájdalmas. Az elmúlt héten egy 20 éves lányt temettünk el. Nagyon szomorú. De amit nagyon sajnálok, hogy nincsenek itt a szüleim. Egy ilyen helyzetben sem tudtuk úgy megszólítani és megérinteni őket, hogy legalább most azt mondják, hogy nem csak az a másik fajta világ és gondolkozás van, hanem van egy szerető Isten, aki igazán vigasztalni tud. De az ő életükből nemzedékről nemzedékre hiányzott ez az alap. És így lehet látni, hogy mekkora ajándék, hogy a ti életetekben megvan. Mekkora ajándék az, hogy a kis Máté, aki még csak órákra jár, de már vágyik arra, hogy egyszer ő is konfirmálhasson. És ha rajta múlt volna, akkor már most itt lett volna a tesókkal. És el fog jönni ennek a kislánynak is az életében. Igen, azt látjuk, hogy az embernek van döntési lehetősége. És a döntés az mindig hoz magával egy feladatot, amit Józsué így fogalmaz meg, hogy kit szeretnétek szolgálni. Az embernek az élete az mindig szolgálat. Csak nem mindegy, hogy egy rabszolga szintű szolgálat, vagy egy partneri kapcsolat. Az idegen istenek azok rabszolga szinten akarják az embert szolgáltatni. Az Isten pedig azt mondja, és erről fog szólni a mai ige hirdetés, hogy én elhívlak, tanítványá teszlek, feladatot adok neked, szeretlek téged, és az én szolgám lehetsz. És mennyire más a szerető Istent szolgálni, mint különböző bálványokat. Én azt kívánom nektek, most így felrémlett előttem nagyon sok régi, főleg parasztházak, meg másfelé, ahol ilyen ige táblák voltak a falon, és én is sok helyen láttam ezt az igét kiírva, még régi ilyen veretes betűkkel, hogy én és az én házam népe az Urat szolgálom. Én azt kívánom nektek, hogy ne csak a falra legyen, és a keresztelési emléklapra kiírva ez az ige, hanem tényleg ott legyen a szívetekbe, és nagyon szeretnénk mi még így gyülekezetként látni, hogy az Isten tovább munkálkodik ennek a családnak az életébe, mindenkinek abban az élethelyzetben, amiben éppen van. És ennek a kicsin gyermeknek pedig, hát az Isten egy nagyon nagy ajándékot adott, ilyen tesókat, ilyen szülőket. Soha ne feledkezzetek meg arról, hogy felelősek vagytok ért, és ezen az úton kell tovább vinnetek őt, hogy majd egyszer, amikor a Máté is itt volt a képen, akkor majd ő is ide kerüljön. Egy jó 10-12 év múlva. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a kicsin gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvéreim, most jöjjetek az Úr oltárához, és feleljetek a keresztelési kérdésekre. Oda is megyünk majd, de meg először ide. Testvéreim az Úrban, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében, az Isten tisztelete már elhangzott apostoli hitvallás szerint kérdem tőletek, hisztek-e Istenben a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, hisztek-e a megszentelő Szentlélekben egy keresztény egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségbe részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztényi növekedéséről, vállaljátok-e?
szeretettel várjuk a gyermekeket, kintről, bentről, mindenhonnan, hogy ennek a kis majának énekeljünk egy nagyon szép dalt, ami nagyon kapcsolódik is a keresztelőhöz. Látjuk a szöveget, és rád bízom, rád bízom. Gyere, nem kell olyan hátra menni, mert beesel a papipadba, aztán mi lesz veled? Gyere nyugodtan elő. Köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok, és most áldott felkészülést kívánok nektek, valószínűleg jövő hétre fogtok készülni, amikor tanévzáró istentisztelet lesz, és majd az egész gyülekezetnek el fogjátok mondani, hogy mivel foglalkoztatok az elmúlt tanévben. Mindenkinek jó készülődést, a gyülekezettel pedig egy olyan éneket énekeljünk, amelyik összefoglalja tulajdonképpen az egész igehirdetésnek a mondani valóját, a 438-as ének, Jézus hív, gyertek én utánam.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem, a mai Isten tisztelettel elkezdődik az úgynevezett ünneptelen fél év, az az időszak, az a 20-25 vasárnap, amikor a jelentősebb egyházi ünnep nincsen. És mégis ezen a mai napon egyből az ige arra figyelmeztet minket, hogy ez nem jelenti azt, hogy a keresztény ember is pihenhet. Persze pihenhet fizikailag, meg a munkahelyén is, de hogy a keresztény hitét, meg a keresztény tanítványságát, azt nem teheti félre, hogy most egy ideig ezzel nem foglalkozom, mert egyedül az Úristen tudja, hogy mikor állít minket olyan feladat elé, amikor valakinek szólnunk kell, amikor éppen bizonyságot kell tenni, talán éppen egy kirándulásnak vagy a szabadságnak a közepén. Erről szól a mai igénk, ami az igehirdetési alapige, hogy meg... Evangélium első fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Miután keresztelő Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, az Ebedeus fiát és Jánost a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóba. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt a hajóba hagyva, elmentek ő utána. Amen. Kedves testvéreim, az evangéliumoknak a kezdését nézzük, akkor azt látjuk, hogy van egy nagyon szép jelenet, amikor keresztelő János megkereszteli Jézust, és utána János kimondja ezt a mondatot, neki növekednie kell, nekem pedig alászállni. Keresztelő János az alászállást azt elég gyorsan átélte és megtapasztalta, hiszen nem sokkal később elfogták, börtönbe vetették, majd egy kisebb húzavona után le is fejezték őt. A szónak, ennek a mondatnak az egyik fele megvalósult. A másik fele arról szólt, hogy Jézusnak növekednie kell. Amikor keresztelő Jánost elfogják, akkor Jézus egy olyan 60-70 kilométeres útra indul, elmegy Názáretbe, abba a városba, ahol bár nem született, de szinte születésétől ott élt, ahol mindenki szerette és mindenki ismerte, és arra gondolnánk, hogy elkezdődik Jézusnak a növekedése. Bemegy a zsinagógába és tanít, és ezt olvassuk, hogy amikor meghallották, hogy Jézus miről beszél, mind megteltek haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák, de Jézus átment köztük és eltávozott. Hát nem úgy néz ki, mintha Jézus emelkedne. És innen Jézus tovább megy még északabbra, a genezáreti tónak a partjára. Mondhatnánk úgy is, hogy Izraelnek mind gazdaságilag, mind pedig hát intelligenciába a legszegényebb környékére, ahol a legegyszerűbb emberek éltek, a legnehezebb körülmények között. Nem volt olyan sok művelt írástudó, mint Júdeában, vagy éppen Jeruzsálembe. Nagyon-nagyon egyszerű emberek éltek, és olyan a történet, mintha Jézus nem emelkedne, hanem egyre-egyre nehezebb helyzetbe kerülne, mintha más célja már nem is lenne, mint végleg eltűnni, végleg elbújni ott ezek között az egyszerű emberek között. És amikor Jézus oda megérkezik, akkor mégis azt látjuk, hogy valahogy elkezd nem csak ő, hanem az egész ügye emelkedni. És ez valami hihetetlenül csodálatos módon történik. Jézus megérkezik oda, és azt mondja, hogy most elkezdek embereket fölvenni a tanítványi körbe. És erről szól ez a mai igénk, hogy az első 4 tanítvány hogyan csatlakozott Jézushoz. És nagyon érdekes az, hogy Jézus nem azzal kezdi, hogy oda tesz egy asztalt, és azt mondja, hogy valami hihetetlenül jó állásra keresek embereket, kérem az önéletrajzokat, ezeket megrostáljuk, akkor behívunk embereket az első forduló, második forduló, harmadik forduló. Azt gondolom, vannak itt olyanok, akik úgy nyertek el egy állást, hogy több-több fordulón keresztül még sikerül tovább jutniuk, vagy így vették föl valahova. Jézus nem így teszi. Ő azt mondja, hogy itt vannak emberek, itt vannak úgy, ahogy vannak,
olyan háttérrel, olyan anyagi helyzettel, olyan dolgokkal, én őket szeretném elhívni, és őket szeretném megszólítani. Őket hívom el azért, hogy az én tanítványaim legyenek. És ami ebben nagyon-nagyon fontos, hogy elindul a szívtől szívig tartó evangelizáció. És ez egy óriási dolog. Tegnap feleségemmel a Budapest Sportcsarnokban voltunk az Ez az a nap rendezvényen, ahol több mint 10 000 fiatal énekelt, imádkozott, dicsőítette az Urat. Nagyon jó volt ezt látni és tapasztalni, hogy ilyen is van azért Magyarországon. De azt újra és újra én is hangsúlyozom, és tudom, hogy ott lehet lelki érintéseket kapni, lehet megerősödni, de a személyes döntés az mindig embereken keresztül történik. Amikor valaki szól. Nekem nagyon tetszett az, amikor 89-ben a Billy Graham itt volt, és több mint 100 000 voltak a Népstadionban, ott is kiosztottak egy papírt, hogy írd rá, hogy honnan jöttél, keresd meg a környező gyülekezetet, mert így terjed az evangélium. Persze van, amikor 3 000 megtérnek egy ige hirdetésre, de azok, akik ma itt vannak, nagyon-nagyon sokan úgy kerültek ide, hogy valaki szólt nekik. És ezt Jézus kezdte, hogy azt mondta 4 embernek, akik abszolút nem voltak rátermettek, abszolút nem volt ehhez se önbizalmuk, se elhívásuk, hogy gyertek, kövessetek engem, és emberhalászokká teszlek titeket. És olyan jó látni, hogy ez ma is működik. Csak egy egyszerű példát hadd mondjak, ami gyülekezetünk kicsiny életéből. Van olyan általános iskolánk Vekerle telepen, ahol 2 évvel ezelőtt 7 diák volt, akik hittanra jártak, evangélikus hittanra. Ma 18-an. Azok, akik járatosak így a számokban, mit jelent az evangélikus hittamból, azok tudják, hogy ez egy nagyon nagy szám, de magát, ha csak a növekedést nézzük, és ez mind szívtől szívig. Volt, akit Gabi szólított, meg volt, aki hozta az osztálytársát, áthívta etikáról, és ott vannak hűségesen, és járnak ezen az úton. És Jézus is ezt csinálja. Oda megy ezekhez az emberekhez, és azt mondja, hogy gyertek. És ami megdöbbentő ebben az igében, hogy 2-szer is szerepel az azonnal szó. Egyszer ilyen kontextusban, mikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, az Zebedeus fiát, és Jánost, a testvérét, amint a hálókat rendezgették a hajóba, és azonnal elhívta őket. Nem az volt, hogy elhívta őket, és azt mondta, hogy hát most akkor menjetek, tanulmányozzátok a Tórát, majd egy év múlva visszatérek, ha felkészültetek. Ez azt üzeni ez az ige, hogy abban a pillanatban, amikor az ember megtér, attól a pillanattól kezdve feladata van. Attól a pillanattól kezdve nem teheti azt, hogy tehetetlenül rendezgeti a hálóit, meg vár, hogy mi lesz, meg hogy lesz, meg mit mond majd az Isten, hogy mit csináljak, az közben nem tesz semmit. Hanem ez arról szól, hogy Jézus, ahogy meglátja őket, azonnal elhívja. Rád így van szükségem, ahogy vagy. És majd útközben nagyon sok mindent megtanulsz, majd útközben nagyon sok mindentől megtisztulsz, majd útközben rájössz, hogy lehet, hogy ezt nem így kellett volna tenned, de gyere és végezd a dolgodat. És mit olvasunk a tanítványoknál? Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Jézus azonnal megszólít abban a pillanatban, és abban a pillanatban el is kell indulnunk. A mai kereszténységnek itt Európában talán az az egyik problémája, hogy sokan elindulnak az Istennek az útján, de nem igazán tudják, hogy ez mit jelent a hétköznapokban. Most mit kell tenni? Olyanok, mint a tanítványok, akiket Jézus megszólít, miközben ott a hálóikat bogozgatják, intézgetik, mintha Jézus szólt volna nekik, azt mondják, hogy jó uram, majd benézünk a Biblia órára, aztán visszamennek a hálókhoz, de nem igazán tudják, hogy mit kell tenni. Tudjuk-e mi? Tudod-e, kedves testvérem, hogy neked mi konkrétan a feladatod, amikor innen elmész? Azonnal. Azon a szinten, ahol vagy. Tudod-e, hogy kihez küld az Isten? Petőfinek a Pató Pál úr versét bizonyára sokan ismerik. Roskadó félben van a ház, hámlik le a vakolat, s a szélet darab födéllel már Isten tudja, hol szalad. Roskadó félben van az egyház. Ha mai Európára nézünk, akkor ezt sok helyen el lehet mondani. Talán Magyarországon is sok helyen. És ha valaki ezt sokszor elmondja, akár nagyobb plénum előtt is, az pont én vagyok. De azért nagyon fontos dolgot hadd tegyek hozzá, ez borzasztó kevés. Az, hogy már elvitte a szél a tetőt, ezt lehet mondogatni.
De az ember közben nem tesz meg mindent azért, hogy bevakolja a réseket, azért, hogy az Istennek az országa az épüljön, akkor ez csak ilyen patópálféle tehetetlenség lesz. Lehet széttenni a kezünket, hogy hú, hát itt 50 év múlva az iszlám megesz minket, meg nem tudom én mi. Hát az Isten erről szólt az oltár előtt, igen, nem a félelem lelkét adta nekünk. Ha Jézus Krisztussal találkoztál, az ő tanítványa vagy, és feladatod van, konkrét feladatod, ahova menned kell, amit hirdetned kell, akiket meg kell szólítanod. Azonnal ezt mondja Jézus. Puszta a kert, ehelyett a szántóföld szépen virít, termi bőven a pipacsnak mindenféle nemeit. Ezt is lehet mondani, hogy borzasztó ez a világ, szent hazánk földjén, micsoda csalánok teremnek, meg nem tudom én micsodák, de hát tenni is kell. Persze, hogy az egyházban is van sok tévtanítás, a világban is működik rengetegféle bálvány és egyéb dolog, de az Isten arra teremtett minket. Azért szólított meg, azért hívott el, akár a halászháló mellől, akár az irodai asztal mellől, akár a tanári pulpitusról, akár bárhonnan, hogy neki szolgáljunk, hogy ott, ahova helyezett minket, ott tegyük a dolgunkat. Azt a címet adtam ennek a résznek, hogy nincs idő bogarászni. Nincs idő arra, amit ott a tanítványok csináltak. Addig volt korábban, persze, amíg nem kaptak a elhívást. De hogy megkapták az elhívást, azonnal elindulnak. És gondoljatok bele, ez milyen nehéz lett. Lehet, hogy Zebedeus soha nem értette meg, hogy a két egészséges talpra esett fia, akik átvették volna azt a kis halász vállalkozást, ahol még napszámosaik is voltak, miért megy el? Lehet, hogy az édesanyja soha nem értette meg ezt, hogy a két fia mi az, hogy egyszer csak föláll és elindul valami vándortanítóval. De akkor is mentek, mert szólt a hívás, hogy azonnal menni kell. Mert puszta a kert, mert düledezőben van, sok-sok minden. És persze, hogy az Isten meg tudja tartani ezeket a dolgokat. Nem fog összedőlni, mert hát ugye azt olvassuk, hogy a pokol kapu is vesz, vagy a pokol hatalma is vesznek erőt rajta. De az Isten úgy tervezte a világot és minket, hogy szeretné, ha ebben mi is tevékenyen részt veszünk. Ne csak sirató asszonyként, hanem tényleg tevékenyen. És az Isten egy óriási ajándékot adott nekünk. És jó lenne most így nézni magunkra. Ki emlékszik arra, hogy mi volt azonos az elhívott emberekben? Mi az, amit hangsúlyozott ez az ige? Ugye Péter és András, Jakab és János testvérek voltak, így van. Véletlen lehet az, hogy Jézus először két testvérpárt hívott el? Az, akinek van testvére, akivel jó a kapcsolata, az tudja erre a választ, hogy nem véletlen. Jézus tudta azt, hogy sokkal könnyebb lesz így. Hogy ott van mellette valaki, egy olyan halász, aki egyben a testvére is, akivel sok vihart megéltek, sok nehézséget, sokszor összevesztek, de sokszor ki is békültek, és hogy számíthatnak egymásra. Így indultak el. Valami csodaként, vagy nem tudom, ez mennyire csoda, apósomnál nagyon gyorsan érett a megy, és hát a megy az nem maradhat fönn a megyfán, az a le kell menni és le kell szedni. És amikor ilyen nagy feladatra készültem, akkor én is szóltam a testvéremnek, Daninak, hogy jöjjön velem. Hát röhögve lementünk, apósom azzal az örömére fogadott, hogy fiúk, csak egy fa van. Ó, egy fa. Mehetünk utána Algyőre a Borbála fürdőbe úszni. Hát amikor megláttuk ezt az egyfát, még akkor is nevettünk, de amikor már harmadik órája szedtük, akkor már úgy kezdtünk el kámficsorodni elég rendesen. És belegondoltam, hogy ha Danit nem viszem, akkor még lehet, hogy most is onnan jövök éppen a meccsedésből. És ez most viccesen hangzik, de azt gondolom, hogy értjük. Nem mindegy, hogy 40 kiló meggyet az ember egyedül szed le, vagy segítséggel. És jó volt, hogy ott volt. Tudtunk beszélgetni, egyéb dolgok. Tehát akinek van még itt testvére, azt tudja, és a tanítványoknak is ez jó lehetett, amikor mentek együtt. Persze egymást belevitték a rosszba is, tehát amikor tüzet kértek az égből, meg egyebek nem nagyon figyelmeztették egymást, hogy ez nem lesz jó, de azért volt mellette valaki. És ez egy nagyon fontos dolog a mi életünkben is. És ha valakinek most nincs vérszerinti testvére, vagy éppen lehet, hogy feszültség van köztük, akkor is az Isten a gyülekezetet is ilyen testvéri közösségé tette. Azt mondja az Isten, hogy itt vannak a testvéreid, ott ül melletted, akivel együtt elindulhatsz és együtt szolgálhatsz. Nem kell félni és nem kell megijedni.
És nagyon egyszerű az üzenet. Az üzenet így szól, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Isten országa itt van köztünk. Isten országa egy élő valóság. Isten országa olyan, ahol egészen másképpen lehet látni a dolgokat és az életet, mint Isten nélkül. Egy csodálatos hely, és csodálatos az, hogy ennek az országnak a részesei lehetünk. És ha ezt megtapasztaljuk és átéljük, akkor ott hagyunk sok mindent, akkor elindulunk, akkor megyünk bátran, és hirdetjük azt, amit Jézus mondott, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Az ember sokszor talán megijed, és jó, hogy van ez az egyházi esztendő, amikor mondjuk így a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnap mindig előjön ez a kérdés, és akkor így tudjuk erősíteni egymást, önmagunkat. De ha az ember elkeseredne, hogy mondjak el egy olyan történetet zárásként, amit én nagyon-nagyon szeretek, és bizonyára sokan ismernek, de vigyük ezt magunkkal. A történet egy kanadai városban játszódott. Arról szólt, hogy ebbe a kanadai városba meghívtak egy világhírű zongoristát. Nagyon-nagyon drágák voltak a jegyek, csak a felső 10 000 tudott elmenni erre a koncertre. Egy hatalmas, gyönyörű koncertteremben volt maga az előadás, és hát gyülekeztek a nézők. Volt egy nagymama, aki egy jómódú nagymama volt, és az unokája elkezdett zongorázni, de nem igazán ment neki. És egy kicsit inspirálja, lásson közelről egy ilyen nagy művészt, elvitte erre a koncertre, leültette oda az első padba, és várták, hogy kezdődjön az előadás, már el is sötétítettek, a zenészek még csendben hangoltak, mindenki ilyen feszülten várt, és egyszer csak ilyen ügyetlen kezekkel megszólalt a szamárinduló. És kiderült, hogy a kisgyermek annyira izgatott volt, hogy fölment a színpadra, és elkezdte játszani. Hát a közönség felhördült, hogy mi ez a borzalom, amikor a függöny szétnyílt, belépett a nagy zongoraművész, és annyit mondott a gyereknek, hogy ne hagyd abba, játsz tovább. És ahogy ő ott játszott, oda ment mögé, átnyúlt a vállai fölött, és valami hihetetlen improvizációt játszott hozzá, de úgy, hogy közben szólt a gyereknek is a kis szamárindulója. És amikor én azt mondom, hogy induljunk el tanítványként, akkor azt mondom, hogy induljunk el, és kezdjük el játszani a szamárindulót. És hagyjuk, hogy az Isten rá improvizáljon. Hagyjuk azt, hogy az Isten azt élettel, zenével, nagyon-nagyon gyönyörű üzenettel töltse meg. De szükség van arra a kis szamárindulóra is. És ez egy csodálatos dolog, amikor az ember itt tud dolgozni, és itt tud szolgálni, hogy Uram, sokszor tehetetlen vagyok, ügyetlen vagyok, de olyan jó, hogy Te itt vagy mögöttem. Olyan jó, hogy Te nem hagysz el, és Te játszod azt a dallamot, ami embereket meg tud szólítani, és embereknek a szívét el tudja érni. És hadd zárjam azzal, hogy sok minden van, ami az embert megakadályozza a bizonságtételbe. Az egyik az éppen a rárakódott bűnei. És ezért jó ez a mai istentisztelet, hogy úrvacsorát vehetünk, mert így is felszabadulhatunk. Ha vannak olyan terhek, amik megbénítják a kezünket, hogy még a szamárindulót se tudjuk hitelesen szívből eljátszani, akkor is letehetjük a bűneinket, újat kezdhetünk, és így mehetünk tovább. És adjon az Isten nyitottságot mindannyiunknak, hogy meglássuk, megértsük, hogy mi a mi konkrét feladatunk, és kikhez küld minket az Isten. Hogy ne csak elkenődni tudjunk, szomorkodni, hanem építeni is tudjuk Isten országát. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy valóban elközelített a te országod, és köszönjük, hogy ennek az országnak már most polgárai lehetünk. Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor csak a borút, a sötétséget látjuk, és nem tudunk igazán örülni annak, hogy te élő úrként jelen vagy ebben a világban is, jelen vagy a mi életünkben is. Úrunk Istenünk, add, hogy ne bénítson le minket a tehetetlenség és a félelem, hanem tudjunk neked szolgálni felszabadultan, örömmel. És Úrunk Istenünk, add, hogy valóban az az aggódó szeretet legyen bennünk, amiről János apostol is írt. Add, hogy ez a szeretet kiűzze a félelmet, kiűzze a rettegést, a kicsinyhitűséget, a bizonytalanságot, kétségeskedést, mindent. A te szereteted már adjon a mi szívünkbe, hogy itt tudjuk mi is szeretni azokat, akik körülöttünk vannak. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcs,
Kedves testvéreim, a záró oltári szolgálatban Istennek adunk majd hálát a most megkeresztelt kis majáért, és Isten elé visszük azt a családot is, akikkel az elmúlt héten ravatalozóban álltunk meg. Utolsó földi útjára kísértük Fodor Viktória testvérünket, aki 20 éves volt. Az Úristen vigyázzon a családra, adjon édesanyjának, a kicsi testvéreknek vigasztalást. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, kedden 10 órakor imakör lesz, csütörtökön 16:30 énekkari próba, este 6 órától pedig bibliaóra. Pénteken 5 órakor a kisifinek lesz az alkalma, és 17:30 presbiteri ülés lesz. Jövő vasárnap a városünnepnek az alkalma lesz, ahol az énekkar is fog szolgálni. Közös éneklésre hívjuk majd a téren lévő embereket. Éppen ezért lesz még egy próbájuk, majd pénteken 4 órától 6 óráig. Ez is egy nagyon jó lehetőség, hogy életté váljon mindaz a szolgálat, amiről az ige hirdetés is szólt. És emellett olyan testvéreket is keresünk, akik nem tennének más, mint egyszerűen itt vannak, a betérőknek adnak a kezébe egy kis könyvet, olvasnivalót, akár a gyülekezet történetéről, kis prospektust, behívnák a templomba, beszélgetnének, imádkoznának velük. Kérem, hogy a kiáratnál legyen szíves feliratkozni, aki ebbe szívesen részt vesz. 2 blokk van, 1 órától 4 óráig, és 4 órától 6 óráig. Szeretném, ha azért mind a két alkalommal, vagy mind a két idő intervallumban azért lennének 4-5-en az énekkarba is, és 4-5-en, akik itt vannak a templomba és a templom környékén. Szeretettel hirdetem, hogy jövő vasárnap, tehát Vekerletelepen lesz 8-kor istentisztelet, itt pedig a templomban lesz istentisztelet, tanévzáró, utána mindenki hazamegy megebédel, és akkor 1 órakor várjuk a lassan-lassan érkező vendégeket. Szeretnék hirdetni még néhány dolgot. Június 17-én vasárnap délután 3 órakor Lucfalván lesz beiktatás Kulcsár Márton testvérünknek. Azért is hirdetem, mert tudom, hogy ő itt volt 6 éve, sokan ismerik, szeretik, tehát Lucfalván délután 3-kor az gyülekezet fogja várja őt, és ott a parókus lelkésznek beiktatják. Valamint június 17-én vasárnap este 6 órakor lesz egy másik ünnepi istentisztelet, ez a Deák téren. Az elmúlt héten egyház megyei közgyűlés volt, ahol a gyülekezetünkből 4 testvér kapott különféle megbizatást, hogy az egyház megyében az itt lévő 17 lelkész felé is igyekezzenek szolgálni. Egyrészt Kamrát Tamás testvérünket egyház megyei másodfelügyelőnek választották, Kisvári Ildikó testvérünk a számvevőszéknek lett a tagja, Herkei János zsinati póttag lett, engem pedig a lelkész testvérek esperes helyettesnek választottak. Az elkövetkező 6 évre szólnak ezek a megbizatások. Ha valaki szívesen eljön, akkor várjuk szeretettel 17-én vasárnap este 6 órakor a Deák téri evangélikus templomban. Másnap, június 18-án kezdődik a nyári gyerektábor. Hál' Istennek a gyülekezetünkből már többen jelentkeztek, mint tavaly, köszönhetően a állami iskolába járó gyermekeknek. Jönnek még hozzájuk a baptista gyermekek is, tehát egy nagyon jó kis közös csapat lesz. 5-12 éves fiatalokat várunk még, lehet jelentkezni. Aki jönni szeretne, kérem szóljon nekem, vagy e-mailben jelezze. Szeretettel hirdetem azt is, hogy június 30-án püspök iktatás lesz Szarvason. Erre az egyház megye szervez buszt. Ha valaki szeretne menni, akkor akár Tamásnál, akár nálam is jelezheti. Ez nem gyülekezeti szervezés lesz, az egyház megye szervez ilyen buszt. Ez Szarvason lesz tehát, és 11 órakor kezdődik. Ez egy olyan jó egésznapos rendezvény. És zárásként még annyit szeretnék hirdetni, mielőtt az énekkarnak átadnánk a szót, hogyha már megyről volt szó, akkor legyen szó cseresznyéről is. Nádas Mihály testvérünk is a munkafrontján volt, szedett cseresznyét, amit hozott a gyülekezetnek is. Zacskókat is, ha valaki szeretne vinni, akkor erre van lehetőség. Köszönjük szépen ezt az ajándékot is. Isten békessége minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És most a záró szolgálatra és az úrvacsorára készülve az énekkarnak a mai ige hirdetéshez kapcsolódó énekét hallgassuk meg.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nincs olyan ember ezen a világon, aki nem hallaná a te szavadat, amikor azt mondod neki, hogy kövess engem. Mindannyiunkat hívsz, mindannyiunkat szeretnéd, ha a te tanítványod lenne. Csak valaki igent mond erre a szóra, valaki pedig elutasít téged. Urunk Istenünk, légy kegyelmes azokhoz, akik elutasítanak téged. Szólj hozzájuk újra és újra, és téged kérünk, hogy használj fel minket ebben. Add, hogy mi is tudjunk szólni, mi is tudjuk a te szeretetedet továbbadni, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Urunk Istenünk, eléd hozzuk most azokat a testvéreinket, akik rettenetes fájdalmak és szenvedések között gyászolnak. Urunk Istenünk, iszonyú nehéz úgy, ha az ember nem tud igent mondani tereád, egyedül te neked, egyedül hordani a terheket, a gyászt, a fájdalmat.
De Úrunk Istenünk, Te ebben a helyzetben is szólsz, kövess engem, és én megnyugvást adok neked. Úr Jézus Krisztus, Téged kérünk, küldd el a Te szent lelkedet a gyászolókhoz. Tégy csodát az ő életükben, ott, hogy meghallják a Te vigasztaló szavadat. Úrunk Istenünk, így imádkozunk most értük, egy közös közösségként, gyülekezetként. És Úrunk Istenünk, légy azokkal is, akik különböző fájdalmakat hordoznak. Többen vannak a gyülekezetből, akik kezeléseket kapnak. Téged kérünk, Te légy velük, és Te vigyázz rájuk. Úrunk Istenünk, tudjuk, hogy Te ebben a nehéz helyzetben sem hagyod el őket, mert ha valaki a Te kezedbe tette le életét, akkor Te azt Te nem hagyod el. Add, hogy ezt megtapasztalják, átéljék testvéreink a kórházi ágyban, a nyomorúságban is. Imádkozunk azért a testvérünkért, aki az ő vérszerinti testvéréért aggódik, aki kórházban van. Hallottuk arról, hogy milyen csodálatos dolog, mikor Te testvéreket hívsz el. Köszönjük, hogy Marika néni testvére is hitben járhat. A Téged kérünk, hogy Te légy vele. Te légy vele Istenként, és add, hogy ő, mint testvér, vérszerinti, és Te benned testvér, tudja őt erősíteni, vigasztalni, tudjon imádkozni érte. És Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ebben a gyülekezetben nem csak nehézségek, fájdalmak vannak, hanem rengeteg öröm is épül a Te egyházad. Köszönjük azt a kicsi leányt, akit ma gyermekeddé fogadtál, és köszönjük az egész családot. És köszönjük azt a sok-sok gyermeket, akik itt voltak, akik bizonyságot tettek Te rólad énekkel, akik ma is a Te szavadról tanultak. És köszönjük mindazokat, akik velük foglalkoztak és foglalkoznak. És Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy szólhat az ének, hogy lehetnek imádkozó körök, hogy összegyűlhetünk a Te igét körül, kicsik és nagyok egyaránt. Köszönjük, hogy él ez a gyülekezet, és köszönjük, hogy Te élő Úrként itt vagy közöttünk, és Téged kérünk, hogy a Te szent lelked még inkább áradjon ki, még inkább ragadjon meg minket, forrósítsa fel a szívünket, a lelkünket, hogy neked éljünk és neked szolgáljunk. És Téged kérünk, hogy vegyél el most a mi életünkből minden bűnt, ami elválaszt tőled, hogy felszabadult lélekkel szolgálhassunk neked. Amen. Kedves testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájára készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a Te Istened, ne legyen más Istened. Neved hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonságot, ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt mondja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, saját magunkat csapjuk be, és igazság nincs bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezek után mindazok, akik az úrvacsorával élni szeretnének, felállva feleljenek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdezem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszem. Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért, mondjuk el együtt hangosan a kivetített gyónóimádságot. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűnmélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek,
Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneink bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusba reménykedő testvéreim, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, s atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó örömmel hirdetjük szent neved dicsőségét. Valóban szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Kedves testvéreim, most helyünkről felállva hallgassuk meg a szereztetési igéket. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárulták, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután megvacsorázott, kezébe vette a poharat is, hálát adott, tanítványainak adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg vissza nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
Békesség néktek, testvérek, hízzál, és semmit ne félj.
Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Úrunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, ahogy a mai igehirdetésben is hallottátok, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánatnak az örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.